Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. És most ebben a videóban nem más lesz, mint Nullt próbáljuk megkeresni. Nem tudom, hogy mennyien ismeritek ugye a nagy csatornámat. Az előző videóban elmenekült tőlünk, és hát ez a videó ennek lesz a folytatása. Ugyanis elvileg ebbe a faluba menekült el. Szóval valahogy én így megpróbálom majd szépen innen kideríteni, hogy hol is lehet. És hát ja, végre elintézni. Ugyanis srácok, van egy eléggé rossz hírem. Hát eléggé valószínű, hogy kist elrabolta. Szóval kénytelen vagyok átnézni az egész falut és utána jönni, és valahogy visszaszerezni kist. Mert nem kéne azért őt is úgy elveszteni, mint például Sütit. Szóval, ebben a videóban az lesz a célunk, hogy megtaláljuk Nullt, megöljük lehetőleg, és kist megpróbáljuk visszaszerezni. Amúgy, itt a faluban, ahogy látom, vannak azért eléggé király dia cuccok. Szóval, ó, még ópiamát is kapunk, nagyon jó. Szóval, ahogy látom, azért cuccokban nem lesz hiányunk szerencsére. És remélhetőleg azért mindent meg fogunk tudni szerezni. Ó, itt vannak piros gyapjuk, ezeket gyors megnézem, hogy aha, igen, ez valami járatnak tűnik, srácok, szerintem ez lesz a nyom. Viszont még mielőtt bemennék, azért körbenézek és megkeresem a többi diaszettet, vagyis a diás cuccot, hogy mégiscsak, ó, oké, itt a diasapka, hogy mégiscsak akkor már ugye meglegyen a full diaszettünk, a gyilván csizma is megvan. Nem tudom, hogy kardot fogunk-e kapni, vagy a kardról én úgy lemondhat. Ó, pont ide jöttünk, de király vagyunk, királyok vagyunk már, srácok. Elsőre hogy eléggé királyul össze tudtuk szedni a cuccokat, egészen szuper. Jó, én azt mondom, hogy akkor készen állok, és a srácok, hogy esetleg velem vagytok és próbáltok bennem bízni, vagy valami kis erőt adni, akkor dobjatok egy lájkot a videóra, azt nagyon szépen megköszönném. És akkor nézzük is meg, hogy lent vajon mi lesz ebben a piros gyapjus helyen. Azt hiszem, hogy itt volt ugye jobbra, így is van, itt volt lent. Jó, menjünk le. Oké, erre vezetnek tovább a piros gyapjuk. Na vajon melyik TNT mögött lehet a kulcs? Ó, oké, akkor én elkezdem szétszedni a TNT-ket. Szóval valamelyik TNT mögött kéne találnunk egy kulcsot. Ott van, oké, megvan, oké, azt hittem, hogy nincsen itt. Jó, oké, akkor menjünk is tovább szerintem, lerakjuk a kulcsunkat. És, ó, rosszul raktam le, na várjátok, egyel közelebb kell, jó? Leraktam a kulcsokat, és akkor menjünk is tovább, oké. Ez egy eléggé, oké, ez egy eléggé nagy nyomnak tűnik idáig, jó. Nem, nagyon nem kéne úgy leesni azokba az izékbe. Húha, zombi hangot hallok, ez nem jelentett jót. Jó, ezt a kart én meghúzzam. Ez az a gond, hogy, aha, jó, jól gondoltam, ez igen, ez alatta húzta volna ki a cuccot. Jó, oké, lávás cucc, ez a szokásos, jó, megvagyunk. Újjaj, mennyi bob. Jó, oké, ez egy jó pillanat, hát muszáj ezt bevennem, srácok. Jó, gyerünk, ó, szilverizék, ilyen kis töpörtjük, vagy nem tudom ezeket hogy hívjam, srácok. Úristen, pókok is vannak, meg skeletonok, jó, ezek azért annyira nagy, nem okoznak túl nagy akadályt azért. Ó, várjál, ez a kis mob, olyan izé, mi az, kicsi, és alig lehet eltalálni, és még egészen nagyokat is sebez. Jó, oda se kéne azért leesni, jó, oké, és királyság, balra vagy jobbra? Megnézzem, hogy jobbra mi van. Jobbra semmi, oké, nagyon király. Akkor elmegyünk balra, és hát remély, oké, majdnem leestem, nem baj. Oké, menjünk tovább. Jó, oké, egy ilyenbe se estem le még legalább. Azért most egy kicsikét szerencsénk van. Vigyázz, egy apró hiba is akár végzetes lehet. Te döntöd el, melyik irányba mész. Hát jó, én elnézek a bal oldali irányba. Erre piros gyapjú van, oké, és idáig úgy tűnik, hogy aha, idáig úgy tűnik, hogy jó irányba megyek. Na várjatok, srácok, én azért megnézem, hogy a baloldali irányban mit találtunk volna. Az, vagy a jobboldali irányba, bocsi. Oké, TNT-t, oké, én ide nem akartam benézni, inkább menjünk el innen. Jó, oké, az ott felrobban, oké, nagyon jó. Azt hittem, hogy arra legalább lett volna valami, lehet, hogy valami erősebb cucc vagy bármi, de úgy tűnik, hogy nem. Jó, itt amúgy a piros gyapjukat kell gondolom követni, ezek alatt nem nagyon látok semmit. Jó, nem baj, én követem a piros gyapjukat, és hát reméljük már, hogy a létrákat ide ragd. Létrákat? Na várjatok! Csak én emlékszem úgy, hogy nem nagyon kaptam létrát úgy sehol, vagy nem tudom. Jó, hát, oké, itt van a létre, jó, oké, nem járt túl az eszünkön senki, és hogy kell így szépen
felfele akkor menjünk is, gyerünk, ja. Menjünk, sietnünk kellene, hogy kisnek bármi baja essen, legalábbis hogyha itt van, legalábbis nem tudom, hogy itt lesz a srácok. Ő mondta azt, hogy el fogja rabolni meg minden. Na várjatok, ez így egy kicsit így bonyolult, jó, ezt így kiütöm. Oké, és hát, hogy is mondjam, reméljük, hogy azért mégis akkor már megtaláljuk, hogyha ennyit jöttünk, és ahogy látom, így is van null birodalma. Ajajajajaj. Ez nem indul jónak, srácok. Ez nagyon-nagyon nem fog jónak indulni, ahogy látom. Valahogy meg kéne közelíteni, csak jó, én ezeket a tüzeket kioltom, mert nem tudom, így kicsikét zavar, hogy itt ég minden. Jó, ez is lehet, hogy egy kicsikét legalább gyengítjük az erejét, és hát ott lesz benn. Na várjatok, kiütöm a táblát. Hát ha, nem látok ott semmit, srácok. Ez mi? Ez mi ez a hang? Srácok? Halljátok ezt a hangot? Ott van null neve. Jó, oké, kimegyek, hello, én ide nem akarok bejönni. Oké, és alszik, ahogy lát, alszik. Jó, valami nyom, ott van. Srácok, ott van kis szolga. Mi az, hogy szolga? Na jó, ezt nem fogom így hagyni. Null, hallod? Mit izéled? Gyere ide, vagy ne az, hogy gyere ide. Na, figyelj ide. Mi az, hogy elrabolod a kutyámat, szolgának nevezed el, és bezárod oda? Mit képzelsz? Na jó, ezért nagyon meg fogsz bűhödni. Ezért te nagyon-nagyon meg fogsz... Úristen, milyen cucca van itt. Okés, én ezt kiveszem így. Jól van, nagyon szépen, köszi. Jó, figyelj, hogyha te elloptad a kutyámat, én meg ellopom a cuccaidat, jó? Tessék, látod? Most legalább megbűhődsz. Na, null. Mit hova ír? Ide ír nekem. Hát te itt megint, itt hogy találtál ide? Hát tudod, nem azért mondom, de hát nincs olyan dolog, amit ne találnék meg. Szóval eléggé béna vagy, hogy azt hitted, hogy nem fogok ide jutni. Mit írt ide? Azt hittem, örökre leráztalak. Hát ilyen sajnos nem történhet meg. Na null, ide figyelj, elraboltad a kutyámat, és így, hogy képzelted ezt? De nincsenek érzéseid, vagy nem tudom. Nagyon elegem van belőled, hallod. Nagyon kezdett kiúzni azt a gyufát, meg minden. És most már végleg ott tartok, hogy már olyan szinten elegem van, hogy szerintem már végleg le foglak téged győzni. Legalábbis nagyon remélem, hogy végleg le tudjuk győzni Nullt, mert már nagyon kezd elegem benni ezből az egészből. Hát kell mindig egy új és friss cseléd. Ki is erre tökéletesen alkalmas. Jó, oké, ide figyelj. Megöllek, meg foglak ölni. Neked véged van, neked itt lesz a véged. Elegem van belőled. Mi az, hogy te az én kutyámat rabolod el, meg minden? Látod, eltűnt a cuccod? Na, ez mit szólsz? Ha? Na látod, most én fogok itt dobolni. Ha. Na mi van? Na jó, null. Állj ki szépen, aha. Oké, jól gondoltam, hogy ezzel fel fogom húzni, srácok. Nagyon elegem van, és nem fogok neked esélyt adni a szabadulásra. Itt lett belőled elegem, nézd meg szépen, így le fogjuk zárni, srácok. Az egész utat, hogy ne tudjon végre elszökni. Elegem van belőled, nekem meg belőled van elegem. Na, ehhez mit szólsz? Nekem meg belőled van teljesen elegem, és most ez volt így az utolsó húzásod. Azt elmondom, ugyanis ezennel véged lesz. Sajnálom, null. De hát, te akartad ezt, sajnálom, így kell végződni. Na gyere, játsszuk le, adok azért még egy kis esélyt. Adok egy kis esélyt neked, gyere. Három, igen, gyere. Gyerünk, menjen. 2, 1. Megöljük, srácok, megöljük, itt nem lesz túlélése most már. Nagyon elegem van belőle. Itt végig minket szivatgatott. Hallottad, ide visszamész? Nagyon merész vagy, na gyere! És megint lerakja a szolgáit, hát kiégek. Srácok, miért vagy ennyire izé? Miért nem tudsz fair play-t játszani ellenem? Miért nem tudsz fair play-ben legalább megpróbálni győzni? Jó, be kell venni az OP-almát, nem szólt, hogy megöljön. Jó, gyerünk, ütögessük, ahogy csak lehet, srácok. Nagyon nehéz küzdelem lesz, mert most azért neki is ott van az erőpoti, amit bevett. Nekem is itt van az erőpoti, és azért neki is eléggé erős izéje van. Azért neki is nincs gyenge gyémán szettje, szóval, ja, ez így eléggé hard lesz, de hát megpróbáljuk őt a lehető legjobb tudások szerint megölni. Na, gyerünk. Nagyon jókat sebez ez a gond, meg amúgy elment a Minecraftomnak a hangja, hogyha jól hallom. Na várjatok, ez így eléggé érdekes, na mindegy, hát sajnálom, srácok, ez erről nem én tehetek, de nem baj, meg kell ölnünk Nullt, ott van, be van szorítva a sarokban, lekopott a izéje, lekopott, most kell ütni, ahogy csak tudjuk. Gyerünk, üssük, meghalt! Oh. Hú!
Hú, de kemény küzdelem volt, srácok, már megint jó, cuccai gyors, mindegy, nem veszük fel, hogy fontos, hogy most egy kis kiszabadítsuk. Gyerek is, te hallod, Istenem, miért kellett téged is ellopni, meg minden, na, gyerek is, úgy van, gyere szépen, gyere ki onnan, gyere, jó, oké, okos kutyus, na, hát srácok, ki tudtuk szabadítani kist, és meg tudtuk bosszulni, hogy az elrablását, nagyon durván lekoptattam, hogy az én szettemet is, és hát srácok, hát az lesz a következő mission, hogy én innen kijussak, de ezt már nem fogom csinálni videóba is, ugyanis eléggé unalmas lesz szerintem. Szóval srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem ebben a videóban, hogyha tetszett, csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb is, csekkötök le ugye a nagy csatornámat is, és ugye nyomjatok meg a csengőt, hogy mindig kapjatok értesítést, és ja, találkozunk legközelebb srácok, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legyen jó nyaralástok, pihenésetek, meg minden, sziasztok!